14, igen, 1 hangon. Hetente 2-3 ezer ember jár ki a jégcsarnokba szurkolni a volánnak. Az ő biztonságukat garantálja most az a közgyűlési döntés, melynek köszönhetően egyebek mellett menekülési útvonalakat alakítanak ki, nyílászárókat cserélnek, illetve olyan új zárszerkezettel látják el azokat, amelyek kizárólag belülről nyílnak. A felújításhoz 18 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a belügyminisztériumtól. Ez a 18 millió forintos támogatás és a körülbelül 10 millió forintos önkormányzati önerő az azt biztosítja, hogy újabb vészkijáratokat lehet létesíteni a jégcsarnokban, valamint néhány az elektromos hálózatot is érintő érintésvédelmi beruházást lehet megvalósítani. Nem feltétlenül olyan nagyon látványos fejlesztések ezek, de mégis azt gondolom, hogy a biztonságot szolgáló nagyon is jelentősek. A katasztrófavédelmi tűzvédelmi szabályok betartását garantálja ez a beruházás, amelynek a megnövekedett nézőszám miatt óriási jelentősége van, mondja Ocskai Gábor szakosztályigazgató. Én nagyon örülök, mert most már idestova 12 éve üzemeltetjük a pályát természetesen a város támogatásával. Ez egy újabb lépcsőfok lehet annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb elvárásoknak is megfeleljünk. A munkálatok a következő hetekben elkezdődnek és 10-15 nap alatt be is fejeződnek, így vélhetően szeptember vége október elejének környékére elkészül a beruházás.